Sziasztok, Tőke Szív vagyok, a Pék Cukrásza, és kettő dolog miatt jelentkezem be most hozzátok. Az egyik az az, hogy ha ti szeretitek a palacsintát, akkor most 33%-os kedvezménnyel tudjátok tőlünk elvinni, mert Pék palacsinta napok vannak, és hát csak a linkre kell kattintanatok, csak be kell tennetek a kosárba a palacsintaport, automatikusan jár nektek a kedvezmény, automatikusan levonódik, úgyhogy használjátok ki. A másik pedig felmerült az a kérdés, és ezt szeretném veletek egy kicsit átbeszélni, hogyha otthon akarunk nekiállni kísérletezni palacsintaport készíteni, tehát hogyha otthon akarjuk mondjuk a fehérjeport és a kollagént összekeverni, akkor mi sül ki belőle? Hát valószínűleg nem ilyen palacsinta, ugyanis bár ez a proteinpor is tartalmaz mind fehérjét, mind kollagént, de ez nem elég ahhoz, hogy ilyen palacsintát készítsünk, ugyanis itt a összetevőknél majd láthatjátok, hogy ebben zappehelyliszt is van, tojáspor is van, különböző sűrítő, sütőanyagok is vannak, hogy hát igazából csak vizet kelljen hozzáadnunk, és már is ilyen kis tekerhető, ruganyos palacsintánk legyen. Ugye önmagában én nagyon sokat kísérleteztem amúgy a proteines palacsintákkal, nagyon szárította a tejsavófehérje, a palacsintapor nagyon könnyen törőssé vált. Most ezt a gyártók a kollagénnel oldották meg, ugyanis a kollagén teszi ilyen ruganyossá ezt a palacsintát, úgyhogy ez egy tök jó fejlesztés, és hát biztatok mindenkit, hogy bár kísérletezni jó, de hogyha nincsen kedvetek és szeretnétek sikerélményt, akkor inkább a palacsintaport választjátok, ebben minden benne van, ami kell, és tényleg csak víz kell hozzá, illetve még a termék oldalon egy hát nagyon részletes útmutatót feltettem nektek, hogyan tudtok tényleg ilyen kis sikeres palacsintákat készíteni. Próbáltam minden hibára kitérni, ami a palacsintasütésnél felmerülhet, úgyhogy remélem sikerül minél többeteknek, és hát nyugodtan majd próbáljátok ki, küldjetek fotót, infókat róla, úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy ha nincs kedve otthon kísérletezni, akkor most 33%-os kedvezménnyel vigyétek előtt. Sziasztok!